Sziasztok, Adri vagyok, ez itt pedig ismételten az Alapjárat hírműsor. A mai napon a vadi új Toyota Suprából jelentkezem, úgyhogy tartsatok velem, elmondom a heti híreket. Ingyen üzemanyagot vagy ingyen járműveket szeretnének a taxisok azért cserébe, hogy csökkentsék a tarifákat. A taxirend változtatását tervezi a főváros, árulta el Dorosz Dávid főpolgármester helyettes. A helyettes szerint a budapestiek jelentős része nem elégedett a taxik működésével, ezért indokolt lehet a város beavatkozása. Az elsődleges cél azoknak a taxis hiénáknak a kiszűrése, akik miatt a tisztességes sofőrök is hátrányba kerülnek. Dorosz szerint az előző rendszer komoly drágulást hozott, de nem szűrte ki a problémás közeget. Metál Zoltán, az Országos Taxi Szövetség elnöke kifejtette, hogy a taxik nem tudják kiváltani a közösségi közlekedést, és a taxiszolgáltatás nem szociális intézmény. Ha a főváros ilyen jellegű változtatást szeretne, akkor várják a kompenzációt a vezetéstől. Dorosz erre megnyugtatásképpen közölte, hogy ne aggódjanak a taxisok, minden ilyesfajta részlet tárgyalásra kerül majd, és biztosan találnak valamiféle megoldást. Idén egy különleges Dodge Challenger SRT 8 is kiállításra kerül az AMTS-en. A március 20 és 22 között megrendezésre kerülő, immáron 15 éves AMTS keretei között mostanra 16 különböző ország kiállítói is megjelennek. Ezek között az autók között érkezik majd egy német tulajdonban lévő Dodge Challenger SRT 8 is, amelyhez mégiscsak egy magyar mesterember nyúlt hozzá, és a végső kinézetet a Bátori Design biztosította. Hogyha kíváncsi vagy arra, hogy hogyan változott meg az autó, miből mi lett, illetve egy kisebb beszámolót is elolvasnál, kattint a cikkbe, ha pedig magát a kocsit szeretnéd megnézni, akkor március 20 és 22 között gyere ki az AMTS-re. Az a hír járja, hogy az Audinak is érkezik városi villanyos kisautója. Korábban már több gyártó is beharangozta, hogy elektromos autóoffenzívát indít a piacon, amiről nyilván az Audi sem marad le, hiszen amikor újfajta kocsikat vezetnek be, az mindig egy jó buli és lehetőség a gyártóknak. Ennek az offenzívának a részeként egy igazi városi villanyos kisautóval jelentkezne az Audi, aminek a fizikai megvalósítása ugyan még messze van, a lépés nem túl meglepő. Az Audi marketing igazgatója Fermín Soneira Santis 2-3 év múlva jósolja, hogy megjelenhet az első villanyos kisautója a gyártónak, addig viszont egy minimális türelmet kérnek. A lépés nem meglepő, ugyanis a Volkswagen koncert tagjaként hozzáférnek a MEB Entry padló lemezhez, ami ugye az érkező tisztán elektromos Volkswagennek az alapja is, valószínűleg erre épül majd az Audi kisautója is. Célközönséget a gyártó ugyan nem határozott meg, de sejthető lehet, hogy mivel jelen pillanatban a világon a kínai autópiac és az egyéb autópiacok léteznek, mint két nagyobb halmaz, és a kínaiak nem szeretik a kis autókat, várhatóan Európára fogják korlátozni a gyártást és a forgalmazást. 2021-22-re várható a Dacia első elektromos autója. Úgy tűnik ez a hírműsor az elektromos autókról fog szólni, gyerekek. Bár egyelőre úgy tűnt, a Dacia még nem készült fel az elektromos autó forradalomra, és inkább a kettős üzemű alternatív üzemanyaggal működő autókban látja a jövőt, az LPG mellé mégiscsak fejlesztenek egy EV-t is. A hír alapja egy olyan dokumentum, amin a Renault jövőbeli tervei szerepelnek. Látható a villanyosított Clio, a Megane, Captur és 9 azonosítatlan autó is, amik között van egy Dacia tutira. Ezen a dokumentumon megjelenő Dacia az Urban City Car névre fog hallgatni, amivel pedig a Renault Twingo ZE vagy a Renault City KZE riválisa lesz, tehát várhatóan az ő alapjaikra fogják építeni a kocsit, meglátjuk, hogy mit sikerül produkálni belőle. Hivatalos fotók érkeztek az új Kia Sorentóról. 2020-as Genfi autószalonon debütál az új Kia Sorento, így élőben is megtekinthetjük majd a dél-koreaiak nagy SUV-jának negyedik generációját. Az autó robosztus megjelenése megmarad, ám élesebb vonalakkal, nagyobb karosszéria felületekkel és szögletesebb megoldásokkal operált a Kia. A tigrissor hűtőmaszk is megmarad, azonban az összes világító test változni fog. A tengelytáv nő, a karosszéria első hátsó túlnyúlása valamennyit csökken, és minden bizonnyal változik az autó hátfala is. A gyártó elmondása szerint sokkal tágasabb lesz, mint az elődje, és ahogy azt mostanában már jól megszoktuk a Kiától, mindenféle földi jóval is tele lesz szorva a beltér. Minden idők legtisztább dízel motorjával érkezik az új Golf GTD. Nem engedi el a dízel motorokat a Volkswagen, ami nem csoda, hiszen évtizedek óta óriási fejlesztéseket végzett a technológián. Erről azonban
Két műsorral ezelőtt Imelda is beszélt nektek, és elmagyarázta, hogy mitől is lesznek sokkal tisztábbak ezek a dízel egységek, mint az elődeik, na de vissza a témához. A GTD golfokat sem sokkal kisebb kultusz övezi, mint a GTI típusokat, és biztosan vannak, akik még bíznak a dízel technológiában, így számukra örömhír, hogy a GTD töretlen jövővel rendelkezik. A 8. generációs golf dízel változata az új TDI Evo erőforrást kapja, ami 80%-kal kevesebb nitrogénoxidot fog kibocsájtani, mint az elődei. A járgány várhatóan 197 lóerős és 400 Nm-es lesz, az erőátvitelről pedig vagy egy 6 fokozatú kéziváltó, vagy egy 7 fokozatú DSG automata gondoskodik majd. Nos, amellett, hogy új dízel egységgel jelentkeznek a Volkswagen, még mindig őrült összegeket fizet a kárvállalatoknak. A Volkswagen több mint 800 millió eurót fizet azoknak a németországi vásárlóknak, akik az autógyártó dízelbotrányában érintett modellekből vásároltak. Az Egyesült Államokból indult dízelbotrány 2015 óta rengeteg pénzébe került a német autógyártónak, és komolyan átszabta az autóipar ellenőrzését is. A Volkswagen igyekezett peren kívül megegyezni a német fogyasztóvédelemmel, és 830 millió eurót ajánlott a becsapott vevők kártalanítására. A felajánlott összeget a hivatal kevésnek ítélte meg, ettől függetlenül a 830 millió euró kártérítés kiosztásra kerül majd az érintettek között. A Maserati hivatalosan kijelentette, 2021-ben érkezik az SUV-jük. A gyártó már 2018-ban jelezte, hogy öregedő modell palettáját meg kívánja újítani. Ezt követően néhány típus ráncfelvarrásra került, ide érdemi fejlesztés az nem volt. Mostanra azonban hivatalossá vált, hogy a korábban említett teljesen új SUV első darabjait már idén be fogják mutatni. Az új gyártósor építésében 800 millió eurót fektetett a cég, de az autóról még nem sok mindent lehet tudni. Azonban az előzetes tervektől eltérően a vártnál előbb fogják elkezdeni a gyártást és a forgalmazást, ugyanis az SUV piac nem esik vissza, sőt, mondhatni, tehényi dömpingben van, úgyhogy a Maserati sem maradhat le, biztos, hogy meg tudják fogni ezt a részét a dolognak. Mégsem a Genfi autószalonon, hanem valamivel előtte fog debütálni a Pagani Imola. A Pagani hivatalosan is bemutatta új hipersportautóját, a Huayra újra tervezett hardcore változatát, amely a 2020-as Genfi autószalonon is megtekinthető lesz, ám előbb publikálják. A hiperautóba szerelt Mercedes-től származó 6 literes biturbós V12-es erőforrás tovább fejlesztett változata 827 lóerő és 1100 Nm nyomaték leadására lesz képes. Ugyanakkor az autó súlya mindössze 1246 kg, amivel öcsém repülni fog a járgány. Ezt a hatalmas erőt egy extrakt, 7-sebességes válton keresztül tudjuk a kerekek felé irányítani, a fokozatok között pedig egy Smart Gas váltás gyorsító is dolgozik. Az Imola egy erősített karbon-titánium és karbotriax alapú monokok alvázra épült, amit aktív futóművel és aerodinamikai csomaggal is felszereltek. A fejlesztés során az elképesztő autóval több mint 16 000 kilométert tettek meg, és a kezdő ára 5 millió euró körül fog indulni, úgyhogy zsebbe kell nyúlni, gyerekek. Rest in peace, GM. Kimondták fölötted a halálos végső ítéletet. Most már biztos, hogy a General Motors a közeljövőben búcsút int az ausztrál, az új-zélandi és a tájföldi autópiacoknak. Ez egyben azt is jelenti, hogy 2021-ben meg fog szűnni a több mint 160 éves múltra visszatekintő Holden automárka. A GM elnök vezérigazgatója Mary Barra azzal indokolta a döntést, hogy a cégcsoport nyeresége az amerikai és kínai piacokról származik, ezért inkább csökkentik a globális jelenlétüket. Ez a lépés 1,1 milliárd dollárjába kerül majd a GM-nek, a cégcsoport ugyanis ekkora pénzbüntetést köteles fizetni a fentebb említett piacok elhagyása miatt az első negyed évben. Legrosszabbul az Új-Zélandon és Ausztráliában is népszerű Holden márka járt, amely 2021-ben meg fog szűnni, miután a GM elengedi a kezét. A Holden beszámítása után várhatóan 600 dolgozónak kell majd új lehetőség után néznie. Ne feledjétek el, gyerekek, a hétvégén lesz Kecskeméten veterán autó találkozó és börze, ne hagyjátok ki. A Szent László körúti vásártéren lesz található, ahol a gokárt pálya mellett találhatjátok majd a rendezvényt, úgyhogy ha valakinek van kedve Kecsóig elutazni, akkor ne tartson vissza semmi. Jó hétvégét kívánok nektek, köszönöm szépen, hogy megint velem tartottatok. Ha eddig nem tettétek volna, lájkoljatok minket a Facebookon, kövessetek az Instagramon és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, legközelebb találkozunk. Sziasztok!